Verőfényes napsütésben 17 fokban tevékenykednek a gazdák Szekszárdon. Jól látszik, hogy miközben bedolgozza a gép a műtrágyát a földbe, száll a por, igen száraz ugyanis a felső talajréteg. Az elmúlt néhány hónapban alig esett eső, és 220 fokkal melegebb is volt márciusban, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Kővári László gazdálkodó azt mondja, az év első három hónapjában az elvárt 120 mm-rel szemben mindössze 40 mm csapadék hullott Szekszárdon. Ültetvényeknél minden előrébb van. Én egyelőre ott nem látok különösebben veszélyt, majd csak legfeljebb azt, hogy ugye mélyen sincsen elég csapadék, és azért a szőlő is, a gyümölcsfa is mélyen gyökerező növény, és hogyha nagyon meleg lesz, és viszonylag kevés csapadék nyáron, akkor fog gondot jelenteni. Nem csak Tolna megyében, az egész országban aszály van. A legszárazabb régiókban mintegy 150 mm-nyi csapadék hiányzik. Az őszi vetések, mint a búza, a repce és a többi haszonnövény aszályban teleltek át, és vízhiányban szenvednek, ahogy szomjazzák a csapadékot a gyümölcsfák is. Emiatt a zöldségek és gyümölcsök drágulására lehet számítani szakemberek szerint, és amennyiben takarmánynövényekből, kenyérgabonákból is gyenge termést takarítanak be, a húsok továbbá a kenyér ára is feljebb kúszhat. Szántóföldi zöldségtermelésre mindenképpen negatívan hat, ha nem tudnak öntözni. És egyébként azok mellett, itt a mellettünk van egy receptábla, már lassan virágozni fog, tehát előre van a sok fény és hő hatására. A szárazság miatt 2,5 hónappal márciustól október végéig kedvezményesen adja a vizet az állam a gazdáknak. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban az alapdíj 70%-át átvállalja az állam. A gazdáknak 30%-ot kell megtéríteniük. Az előrejelzés szerint a hétvégén sokfelé várható eső, a csapadék mennyisége általában 10 és 20 mm között valószínű.